Én református családból származom olyannyira, hogy a szüleim mind a ketten református lelkipásztorként szolgáltak Szokolyán, amikor én születtem, és azt gondolom, hogy minden kisgyermek, hogyha látja a szüleinek a munkáját, hogy jól végzik, akkor inspirációt kap, hogy folytassa is azt, amit ők végeznek körülötte. Ezzel én is így voltam kiskoromban. Református lelkész szerettem volna lenni már óvodáskorom óta, és akkor abban állapodtunk meg a szüleimmel, hogy kezdjem el a teológiát, hogyha mindig is ezt szerettem volna, és hogyha Isten azt mutatja meg, hogy nekem nem ott van a helyem, akkor válthatok még az elején, de azt mutatta meg, hogy ott van a helyem. Hogyha visszagondolok így az életemre, az, hogy teológiára mentem, nyilván az én döntésem volt 100%-ig, de ezt megelőzte egy másik döntés, az Isten döntése, amely már akkor felőlem döntött, amikor abba a családba adott, és abba a családba születhettem, ahol jelenleg is élek. Nagy család vagyunk, összesen 4 vagyunk testvérek, én vagyok a legidősebb, és a családból nem csak én döntöttem úgy, hogy lelkészként szeretném az Istent szolgálni, hanem a húgom is így döntött, 3 fiú, 1 lány, a családban az arányok, úgyhogy 2 vagyunk, 50%-a a testvéreknek lelkipásztori szolgálatot végez. Sőt, azóta a családhoz tartozó lelkészek száma szintén bővült, hiszen a feleségemnek az édesapja, sőt, korábban még a nagyapja is református lelkipásztor volt, úgyhogy lelkipásztori családnak számítunk jelenleg. Nézd csak ide, itt van Jézusnak a haja, a feje, a karja. A feleségem, ugye korábban a teológián lehetőség volt egyházi háttérrel szállást kapni, mivel a diákotthon létszáma az meghaladta a teológusoknak a számát, és így ő ott lakott, és onnan tanult közgazdaságtant, és a kollégiumban ismerkedtünk meg. Azóta lakik itt, amióta összeházasodtunk 2019-ben, de én már korábban 2015-től szolgálok itt beosztott lelkipásztorként, kezdetben aztán megválasztott lelkipásztorként. A szüleim 2000 óta szolgáltak itt Balassagyarmaton, édesapám 2012-ben meghalt. Ő az egész életét igazából az egyháznak, az Istennek adta oda, egy nagyon hűséges szolgálója volt az Istennek, és az ő halála után az édesanyám maradt itt egyedül lelkipásztorként, és amikor én végeztem, akkor mellé jöttem ide. Nógrád megyében van Magyarországon a legkevesebb református. Tehát ez hagyományosan nem egy református megye, aki itt református, az azért van itt, mert beköltözött valamilyen munkavégzés miatt. Jellemzően a reformátusságnak a nagy része akkor érkezett, amikor Balassagyarmat még megyeszékhely volt, és a megyei hivatalokba kellettek a jól képzett, magas kvalitású szakemberek. És a reformátusok éppen ezért ide költöztek. Kis számban akkor egy gyülekezet jött létre. 2018. szeptember 1-e óta vagyok itt, ez azt jelenti, hogy már 5 éve szolgálok itt. Van egy zenekarunk a gyülekezetben, amit én próbálok összefogni, és havonta egyszer a zenekarunk kísérni az Isten tiszteleti énekeket. És én is szolgálok 2 hetente egyszer Isten tiszteleten. Nagyon örülök, hogy egy ilyen szolgatársam van. Amikor elkezdtem a teológiát, akkor nem is gondoltam volna, hogy egy ilyen helyzetbe fogok kerülni, de hálás vagyok az Istennek, hogy ő együtt tudok szolgálni a bátyámmal. Megvan a bizalom, mindenkinek megvan az a szolgálati területe, amely az Istentől talentumokat kapott, és ahol tud örömmel szolgálni. Azt gondolom, hogy egy közösségnek több szükséglete van, mint amit egy egyén ki tud elégíteni. És éppen ezért azok a gyülekezetek egy szélesebb kört meg tudnak szólítani, ahol nem egyedül van egy lelkész, hanem több lelkész lehet együtt. Mi egy ilyen gyülekezetben lehetünk, ez egy óriási dolog. Ami az erőssége ennek, hogy nagyon különbözőek vagyunk, különböző erősségekkel, talentumokkal, és kiegészítjük egymást, illetve közöttünk nincs semmiféle ilyen dominancia harc vagy féltékenységi viszály. És ezt a gyülekezet is látja, értékeli, és ez a szolgálatok szélességét nagyon szépen megmutatkozik. Több szolgálati területem is van jelenleg az egyházban. Az egész szolgálatnak a kiindulási pontja az az egyházmegyei tanulmányi előadó volt, és ez jött egy másik szolgálati terület, a Lelkész Továbbképző Intézetnek a vezetése, tehát a Dunamelléki Református Egyházkerületben szolgáló lelkipásztoroknak a továbbképzését én szervezem. Emellett pedig van egy másik videós szolgálatom, a Világnézet című műsornak vagyok a műsorvezetője, ahol különböző társadalmi kérdésekkel foglalkozunk. Áldás békesség,
Üdvözlöm Önöket, Molnár Ambrus vagyok, református lelkipásztor. Reformátusként mi hiszünk abban, és a teológiai alapállásunk az az, hogy a világ az Isten dicsőségének a szintere. És mindenféle témában éppen ezért az Istennek van véleménye, amit a Bibliában megtalálunk, és ezek a vélemények segítik a mi életünknek a helyes eligazodását. És éppen ezért különféle témákat veszünk itt elő, és miközben a beszélgető partner az adott témában egy jártas ember, és nem feltétlenül egyházi emberekről van itt szó, hanem szakemberekről, aközben én a teológiai reflexiót képviselem, és szeretném bemutatni a témában járatos szakértőknek, illetve a nézőknek is azt, hogy az Isten igazsága az egy koherens, egy megbízható és egy olyan vonzó választ tud adni, egy olyan vonzó eligazítási pontot, irányt tud adni, amire talán mindannyian vágynak kimondatlanul is. És szeretnénk felmutatni, hogy lehet jól élni, és ez a jó és igaz élet, ez Istentől tanulható ma is. A Balassagyarmati Református templomban vagyunk, ez azért érdekes, mert Nógrád megyében összesen 3 református templom van jelenleg, Diósjenőn, Balassagyarmaton és Salgótarjánban. Ez a templom 1904-ben épült, hihetetlen gyorsan. A gyülekezetben ekkor nem szolgált még lelkipásztor, hanem volt egy különösen elhívott embere az Istennek, Zeke Kálmán, aki a helyi bíróságon dolgozott, akinek szívügye volt, hogy a helyi reformátusságot közösségé szervezze. Mindent megmozgatott, és az ő munkássága kellett ahhoz, hogy ez a templom, és egy évvel később a parókia, illetve az imaterem 1905-ben elkészülhessen, és 1911-ben iktatták be az első lelkipásztort, és azóta folyamatosan vannak Balassagyarmaton helyben lakó lelkészek. A nagy harangot Tildi Zoltán, egykori köztársasági elnök adományozta a gyülekezetnek a gyermekéveinek az emlékére, amelynek egy részét itt töltötte Balassagyarmaton. A műtárgyak közül még különösen kiemelkedik a gyülekezetnek a váradi bibliája. Ez egy 1660-as biblia, amelyet Nagyváradon kezdtek el nyomtatni a 17. század második felében. Magának a bibliának a nyelvezete egészen jól érthető a mai ember számára. És akkor olvasok egy szakaszt, hogy lássuk mindezt. Mikor azért estve volna a hétnek első napján, és az ajtók bézárolva volnának, ahol ott a tanítványok egybegyűlnek vala, a zsidóktól való félelmekben, eljöve Jézus és megáll a középen, és mond a nékik, békesség ti néktek. A kereszténység az világmagyarázat, arról szól, hogy honnan ered a világ, az Isten teremtése, beszél arról, hogy honnan ered maga az ember, az Isten teremtménye a saját képére, ez méltóságot jelent. Elmondja azt is, hogy mi a baj a világgal, hogy nem az Isten rendje az, ami megvalósul, és beszél arról is, hogy hogyan áll helyre ez a világ Krisztus megváltásában. Hogyha a kereszténységhez fordulunk, nem találunk könnyű válaszokat, de minden a helyére kerül ebben a világban. A bűnnek lesz neve, a megváltásnak és megbocsátásnak lesz arca, a tudomány és a hit az nem feszültségbe áll, hanem egymást kiegészíti, és találunk egy felhívást is Jézustól, hogy kövessük őt, és halljunk meg érte, és hogyha az ember ezt elhiszi, tapasztalja, hogy nincs más út, mint az Istennek való önátadás, akkor átélheti a feltámadással együtt, hogy az ő élete biztonságba kerül, a halálon túl is, mert az Istennél van jövő, az Istennél van megbocsátás, az Istennél van helyreállás. Sokkal többről szól a kereszténység, mint hogy pillanatnyilag mi most mit érzünk, mit tapasztalunk, mit szeretnénk. Arról szól, hogy mi ez a világ, ki az Isten, merre tart ez a világ, és megmutatja, hogy ebben a nagy egészben hogyan lehet a mi életünknek értelme, helyreállása és jövője. Ezt képviseljük és ezt hirdetjük itt Balassagyarmaton és szerte a világon a keresztény közösségekben.